A francia mezőgazdasági dolgozók tüntetésének feloszlatását kezdeményezte Frédéric Cuvillier közlekedési miniszter. A termelők forgalomlassító sztrájkkal tiltakoztak a Párizs melletti A6-os autópályán. Ma hajnalban a torlódás miatt összeütközött egy személyautó és egy kamion. A gépkocsit vezető tűzoltó a helyszínen meghalt. A baleset közvetve kapcsolódik a blokkádhoz, a forgalom lassítás miatt történt. Ezért arra kérem a felelősöket, hogy vállalják a következményeket, mondta a francia mezőgazdasági miniszter. Szerinte mindenkinek le kell vonnia a megfelelő következtetéseket. A gazdák nem hátrálnak meg. Azt mondják, hogy folytatják a tiltakozást. Szerintük a francia kormány megpróbálja elterelni a figyelmet a valódi problémákról. Vállaljuk a felelősséget, ez nem sározza be az akciónkat, hangsúlyozta a gazdák szóvivője. Úgy gondolja, az állam érdeke, hogy ilyen irányba terelje a problémát. A gazdák a jövő évi költségvetésben szereplő környezetvédelmi adó megemelése ellen tiltakoznak. Attól félnek, hogy ezzel csökken az ország exportja, amivel ők járnak rosszul.